kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet. Dr. Báber Balázs, Kalocsa Buda, Kecskemét érsekét, Főegyház megye érsekét, a párbeszéd az emberér, egyházak szerep a mai társadalom a civil műsorunkra. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és hát tulajdonképpen egy év vége felé én azt is szeretném majd, hogy a beszélgetésünk végén mit üzensz a következő évre a hallgatóknak és a, a televízió nézőknek, így az irgalmasság éve lezárása után és ennek tapasztalata alapján. De ezt, ezt a végére gondoltam először. is Bábel Balázs számomra azért is és örültem, hogy elfogadtad, hiszen majdnem azt mondom, hogy földik vagyunk. A földik azt jelenti, hogy te, a, jól tudom, gyónon születtél. Igen. Én pedig 62-től táborfalva, tehát onnan mondjuk egy olyan 20 kilométerre lévő, Délpes megye Dabasi járásba lévő településen kezdtem el, és, és nem olyan régen, amikor díszpolgárra avattak, akkor mondtam, hogy én akkor választott szülőfalumnak tekintem táborfalvát, hiszen Budapest a szülőhelyem, de az a kórház volt, a Rókus kórház. Igen. Tehát gyakorlatilag mindenki valahova tartozik, és az egy közösség. És nem egy kórházi közösség, hanem egy település. Hát egy pár gondolatot azért gyónul, hol is van ez, és, és hogy jutott eszedbe, milyen inspiráció alapján, hogy ezt a nagyon szép pályát választod, aminek most már a csúcsán vagy. Köszönöm a meghívást. Valóban gyóni vagyok. Olyan faluba születtem, amely ma már így kifejezetten nincsen, Dabasba van beleullasztva 1966 óta, ugyanis ott volt három község, Gyón, Dabas, Sári, amelyeket összevontak, ides több mint ne, málasan 50 éve. Gyón annyiból érdekes a irodalmat kedvelő emberek számára, főként jövőre, amikor századi évfordulójára emlékezünk annak, hogy Gyóni Géza, eredetileg Ákim Géza, az evangélikus lelkésznek a fia, a Krasznyarszi táborban meghalt, ugyanis ő semmis ostrománál elesett, oda vitték testvérével együtt, ott halt meg. Előtte, hát ő Gyóni származású lévén azon a tájon ért, illetve mindenütt, mert ilyen poétai lélek volt, Szabadkától Sopronik sokfele élt, és legismertebb verse a Csak egy éjszakár, azt mindenki ismeri, én több más versét is szinte betéve tudok, tehát ő, ő, odavaló volt, a faluról vette fel a nevét, és ezáltal hát ismerté tette magát, gyónkösséget is. Ott születtem, ez egy hagyományosan paraszt falu volt abban az időben, három vallású volt a nép, katolikus, református, evangélikus. A legősibbek voltak, hát persze a török hódoltság előtt a katolikusok, de a reformátusok, evangélikusok úgy jöttek valahonnan itt békés a környékéről, katolikusok pedig ilyen betelepült népek voltak a különböző uradalmakkal. Hát én ott születtem, és ott jártam általános iskolába, amely egészen jó iskola volt, hiszen a tanáraim közül többen az újonnan megnyílt Dabasi gimnáziumban is taníthattak, ami annyit jelent, hogy egyetemi végzettségük volt. Voltak ilyen deklasszált ember, volt később megtudtuk, hogy hát ilyen középosztálybeli ember, aki ott kapott állást, de ennek én nagy hasznát vettem, hiszen azt lehet mondani, hogy az iskolám az fölvette volna a versenyt bármely budapesti iskolával akkoriban. Hát onnét kerültem én azután a Piarista gimnáziumba, de nem azzal a szándékkal, hogy pap legyek. Azért kerültem oda, mert akartak a szüleim egy jó iskolát, illetve többen elmentek már oda a Piarista iskolába, előttem jártak ott négyen ötem, és hát a papi hivatás az általában emberi példák által adódik tovább, hiszen kevesen vannak olyanok, akiket úgy szólít meg az úr, mint Szentpál apostolt, ugye? hanem hát látott példákat, én is láttam példákat a Piarista gimnáziumban. Ennél fogva, hát érettségi előtt véglegesen úgy határoztam, hogy én is pap leszek. Egyébként az az osztály roppant kivételes volt, mert tizen lettünk abból az osztályból papok. Ez igen. Úgyhogy is meg is maradtak, legfeljebb meghalt már közülünk valaki. Tehát ez egy érdekes helyzet volt, és hát akkoriban is én már átjártam táborfalván, amihez kettős kötődésem volt, mert egyrészt a közös ismerősünk Barótai Bandi, akit Igen. huligánnak neveztek az Egyház megyében, ő meghívott engem 68-ban vagy 69-ben a pasjó olyan fajta előadására, amit látványosan adtunk elő. Tehát nem úgy, hogy felolvastuk valahonnét, hanem én voltam a Jézus, és ott járkáltam a tanítványok között, és akkor már betanultam az egész evangéliumot, de jól emlékszel rá, hogy az egy nagyon mizerábis, nagyon, nagyon ilyen, hogy is mondjam, gyenge kis templomocska volt, amelynek helyére egy gyönyörű, szép katedrális épült, Ez de hát az egy veszélye. ilyen majdnem egy nagy raktárhelyiségből Igen, lett kialakítva. Igen. Aztán második azért volt emlékezetes számomra tábor falva, mint harckocsizó katona, ott rakottunk át, jöttünk föl Bajáról mindenféle utakon, leraktuk a tankokat és vonultunk Pest irányába nagy éles lövészetre. Úgyhogy, tehát uh, így is van ilyen itt kapcsolat. fajta kötődés tábor falva és gyónk között. Tehát aztán a Piarista iskolában elhatároztam, hogy pap leszek, jelentkeztem a Váci Egyház megyébe, hiszen akkoriban az teljes terjedelmével, Igen. most is oda tartozik, de akkor még inkább, hiszen a Nagy Egyházmegye megye lenyúlt le egész. egészen Hódmezővásárhelyig. Szeged és Szeged onné... aláig jó formán. Igen, igye. és akkor én onnét már hát egy, ráálltam egy sínre, ami hát aztán már az egyházi gondviselés, illetve az isteni gondviselés mozgatásával történt, hogy Egerbe kerültem, katona lettem, visszakerültem, központi szemináriumot végeztem, káplánkodtam, aztán rendszerváltáskor, prefektus, spirituális, vázirektor, Hát, igen. Azt hiszem, Váci rektor időszakában kezdte Feri bácsi már akkor időszakában voltál. No, már akkor ott, ott voltam, igen, igen akkor ott, talán volt is meg Igen. De említetted azt, hogy uh, gyóni pedagógusok közül volt, a, aki a, a gimnáziumba tanított, én 68 és 74 között. Uh, tanítottam abban a gimnázium, a rajz- és műalkotás elemzést. Igen. Hát én akkor már nem jártam. Akkor, de kik voltak azok a tanárok, aki mondta, hogy átkerültek? Hát volt a Hornyák József, Igen. akiből főiskolai tanár is Igen. lett. Szeredi László, Igen. aki történelmszakos tanár volt. Korábban volt a Hajnal László, az szakos volt. Igen. Aztán most így hirtelennyiben nem is de volt több is abban az időben, de mondom, volt, akiből még főiskolai tanár is lett uh -huh. utána. Igen, szóval tulajdonképpen annak ellenére, hogy akkor indult ez az új gimnázium, az akkori járási tanárpárbizottság mellett épületbe. Ugye ott ö, oda jár sokat hát valóban Baranyi Feri, mert a testvére ott tanított, együtt tanítottunk, és számomra azért egy. Azért volt érdekes, mert ott dolgoztam a járási tanárs művedés osztályán, de az volt a kérésem, hogy én nekem kapjak egy nap úgynevezett szakmai napot, hogy a pedagógus pályámat folytathassam tovább, és így engedélyezték azt, hogy mint rajztanár, hát taníthattam így rajzműalkotás jelenzést. Úgyhogy végül is Dabas sok ismerős köt Igen. össze bennünket. Hát én gondolom, hogy ha említem Bíró Zolit, akkor szintén Igen. számodra egy ismert személyiség. Őt is ismerem, úgy, hogy a kultúrházban, így mondták ott tanulják, hogy kaszinóban dolgozok. Igen. És én pedig oda jártam zeneiskolába zongorát tanulni. És én őt ott láttam, de hát ez úgy csak ott lenne, hogy fölfele ismer az ember lefelé kevésbé. Úgyhogy amikor azt hiszem 75. születésnapján egy kis köszöntőt írtam, mert közben mi összejöttünk a lakitelek által, Igen. akkor írtam, hogy a, a feledés ködébe nyúlik vissza az első találkozásunk, de én tudtam róla, hogy ő ott volt. Igen. És hát még Fűr is dabason tanított a későbbi hadügyminiszter, és hát sokan mások, hiszen ez egy ilyen kisnemesi kúriákból álló, még Jón is, Igen. település volt. És... Zsínszky. Én a Zlinszki kastélyban születtem. Tényleg? Ott születtem. <laughs> ja, mert abból lett azonoknál... szüli otthon. Nem, nem, nem. nem. Még, még volt a Zlinszki Jánosnak a kastélya, de nem az alkotmány hanem még az apjának. Az apjának. És a Azt. családom nagyon jó kapcsolatban volt vele, a legnagyobb elismeréssel volt az öreg Zlinszki apám iránt is, meg az egész Bábel család iránt, és ő ajánlotta föl, mert Édesanyám az postán dolgozott, de a tanyáról négy kilométert minden nap begyalogott, és mondta nek, hogy nekem itt van szabaddá tett lakrészem, és ráadásul neki jó is jött 49-be, mert akkor őket szorongatták már ezekkel a nagy épületekkel, úgyhogy ők oda költöztek, és én ott születtem, két éves koromig ott is laktam. Később abból a kúriából úgynevezett futura lett, ami ilyen gabona raktár volt, Igen. majd pedig általános iskola, oda viszont 7.-8. koromban jártam. Úgyhogy érdekes dolgok, és hát a két Zlinszkivel, én már, hogy helyesebben apám az az zlinszki Jánossal, én az alkotmányogással lettem Igen. jó, mondhatni barátságba, én temettem, aztán a fiát is ismerem, illetve hát mind a ketten diszpolgárai lettünk Dabasnak, meg apám is, úgyhogy tehát majdnem ilyen családi kapcsolataink voltak már az utóbbi években. Nagyon érdekes, tényleg az ember végig gondol, hogy, hogy egy, egy szó csak annyit mondjuk, hogy gyón is már kezdjük be. Ha azt nem tudom, hogy a Bábeltanya az, az a Dabas szöllő felé vezető, vagy a, a Tatár felé. Több helyütt ért. Úgy volt, hogy Dabasi szöllőben voltak négy évet, nagyapám még, még építették az új tanyát. Aha. Az beszélfele volt. Aha. Mert az én őseim kunságban valók, ugye kunszem Miklóson, a református templomba keresztelték déderek apámat, de még a szabadságharc előtt, mert nagyon nagy a táv a családtagok között, hiszen apám is 14. gyerek volt, 95. évében halt meg, aztán ugye az ő apja meg a nagyapja még messzebbre nyúlik vissza, ők ott építettek tanyát, és amíg építették, addig laktak a dabasi szőlőbe, viszont épp, hogy elkészült a tanya, meg úgy Kis, hogy porta volt, jött a lőtér, elvették, és hát fel igen. kellett számolni. A földek megmaradtak, és a romok még egy-két része ma is látható. Hát igen, emlékszem, Tatár Szent nem lehetett csak akármikor. Nem, hát ott lövészet volt, és a bóját leengedték, igen. vagy fölhúzták. Hát ezt már kevesen tudják, hogy a parasztok, hogy a saját földjeiket még művelhessék, Bementek, tilalom ellenére is, mert kapálni nem akkor kell, amikor szabad idő van, Igen. hanem amikor szükség. És így volt, mikor körbelőték őket. Így volt apám is, hogy a figyelőből figyelték, hogy itt egy paraszt dolgozik, és körbelőték, hogy hogy figyelmeztessék úgy, hogy mindent eke kapástól, minden estét csak a lovat fogta be és vágtába jött be, mert ha agyonlövik, semmi felelősségük nem lett volna, hiszen tilos volt bemenni. Hát igen, ezek a nem, nem könnyű időszakok, oh. úgyhogy ez érdekes, hogy valóban tényleg ennek a... Ugye említetted az, hogy három településből áll, hát Sári az egy szlovák és katolikus, zömébe katolikus, a Dabas és Gyón azt mondom, hogy vegyes felekezetű, de reformátusok volt több. Igen. Azok viszont katolikusok voltak. Igen. A Gyóni halászok meg reformátusok. Igen. Tényleg a halászkúria szintén. Igen, itt. és a mi házunk úgy épült, mert akkor elég ilyen pusztaságos terület volt a két falu között, hogy úgy épült a ház, hogy a konyhánkon ment keresztül a két falu határa. Tehát a konyhában főztünk, és ott tettünk, akkor is az volt, hogy gyónon főzünk, és dabason eszünk. Hát igen, 17 kilométer hosszú... Ez a három községet összefogó, ma a városnak nevezett dabas. Nagy <laughs> Igen, elhúzódik nagyon, hát az ötös, a régi ötös mellett párzamosan. Na de hát ennyit a nosztalgia és a szülőföld. De azt hiszem, hogy eléggé sűrűn azért találkozol a szülőföldnek. Hát a... úgy érintőlegesen mindig, hát még édesanyám él, a megyek, beugrok. Akkor hát ennyi, igen, ez igen. aranyos, és örülök neki, hogy tényleg valóban ez a kapcsolat. Nagy szeretel emlékeznek tényleg rád, most nem régen csináltam én egy, illetve Táborfalván egy konferenciát, Édesapám szellemi örökségének átadása címszó alatt a népművészet, a vizuális nevelésbe, és hát vagy 200 ember jött el, pedagógusok Dabasról is, meg, meg, az ország különböző részéből, hiszen ő rajztanár volt, és a Igen. rajztanároknak a népművészet tankönyvető írta, és úgy gondoltuk mi, hogy gyerekek, hogy ezt a örökséget ezt tovább Őrizzük kell adni, el. mert nem szabad elfelejteni az, hogy, hogy mi a nemzetünk alapjait adó nép, hagyomány és Így művészet? Van. Ebbe az egyházaknak óriási szerepük van, és nem véletlenül mondom el ezt neked, hiszen tudomásom szerint a püspöki karon belül te a hát, közgyűjtemények művészet és egyébért is felelős vagy. Ez mit jelent, egész országra kiterjedően tudsz orientálni, vagy csak a saját egyház megyébe? Hát ez úgy van, hogy amikor Rómába megyünk az úgynevezett Adliminára, Igen. a küszöb átlépésére, akkor a bizonyos kongregációknál be kell számolnunk, hogy hogy van a hitoktatás, hogy van a karitás, hogy van a hitterjesztés, hogy vannak az egyházművészeti objektumaink, csúnya szóval mondva. És akkor én megkapom azokat az információkat, amelyek az egész Magyar Egyházra vonatkoznak, illetve hát mostanában, miután óriási építkezésben vagyunk, vagyok Kalocsán, csuda dolgok történtek éppen azáltal, hogy a felújított székesegyház alját is föltárjuk, megtaláltuk Asztrik sírját, föltárjuk a Szent Istvánkori templomot, föltárjuk a, a, gotikus katedrálist, és ennek kapcsán neki, mert a műemlékkel, aztán a, régészekkel nagyon sok találkozási ponton van. Meg kell mondani, korábban még konfrontációm is volt, hiszen ugye a, a mi emlék is a maga hát ilyen szabályrendszerébe, hogy így mondjam, elég bürokratikussá vált és állam volt az államban. És hát ezért is több ilyen találkozás volt, és főként az utóbbi időben, hogy eredményesen előbbre tudtunk lépni, mert a szándékunk az, hogy miután főként a katolikus egyháznak van nagyon jelentős műemlékbázisa, ezért legyen egy olyan szekció az országon belül, ahol kimondottan az egyházi műemlékekkel foglalkoznak, és még ha lehet, akkor valamiféle hitbeli odatartozással is, mert mondjuk van egy olyan műemlékes ember, akinek a vallásában a kép, a szobor nem illeszkedik bele, hát sokkal kevésbé tud a templomban otthon lenni, mint az a katolikus művészet történész, aki nemcsak, hogy magától értetődőnek veszi, hanem szépnek is találja. Na most ezen fáradozok én is és többen, hogy, hogy legyen egy ilyen, tehát legyen benne a nagy egészbe, de olyan embereink legyenek állami szinten, akik hidben is közelebb állnak, mert azért hogy mondjam el, ez egy Jóni történet volt, hogy volt egy úgynevezett veterán, hát ezt mindenki a korunkbéli emberek tudják, hogy a 19-es veteránok azok, hát ott voltak a faluban, és osztálykirándulásra mentünk, ezt elgomba. Harmadik osztályos gyerek voltam, és az öreg Sidó bácsi, aki bejött a templom először is elámult, és azt mondta, ez nekem is szép. Hát még annak, aki hisz. De és Ugye milyen bölcsesség, hogy Abszolút. aki még hisz, annak még inkább. Igen, igen, nagyon jó. Azért ez egy nagyon érdekes, amit veszek. Én Valamikor próbáltam elérni, akkor, amikor funkcióba voltam, hogy Fejérdi Tamásra nagyon jó baráti kapcsolatot alakítottam ki, és érdekelt engem, hogy a magyarországi kiemelt műemlékek közül mennyi az egyházi. Nagyobb És, és több mint 60%-a az mind egyházi. És igen. akkor azt kérdeztem, hogy és akkor? Az az összeg, amit minden évben a műemlékek védelmére ad a költségvetés, akkor annak 60%-át jó lenne, hogyha az egyházak döntenék el, és ők tudnák besorolni. De nem így megy a, a nem, dolog. A korábbi időkben, <gül> <gül> akkor a műemlék gazdálkodott bizonyos összeggel. Ma azt lehet mondani épp, hogy föntartja magát az intézmény, Igen. viszont <laughs> pályázni kell, vagy kormánytámogatás által jutunk összegekhez, illetve saját pénzünket is beleinvestáljuk. Tehát így tudunk valamit restorálni és rendbe hozni. Úgyhogy nagy feladat, és sokan mondják is, hogy minek tesszük, hát az a múltunk, ezt meg kell becsülni. Meg kell becsülni. Ráadásul nem is beszélve, hogy az egyházak teljes szabadságát garantáló törvények alapján tulajdonképpen az egyházaknak a társadalomhoz szerepállásak egyik fő feladata kellene, hogy legyen, ha egy jó párbeszéd van az állammal, Igen. hogy a helyi idegenforgalom, turizmus, amire épülhetne az országnak a még inkább ismertsége, ezek az önhez mindegyházi hát, történelmi ö... emlékelyek is, és gyönyörű szép dolgok, ezeket kellene megmenteni, mert másképpen nem megy. Hát Nincs ez mit megnézni. Kalocsán is ez a reményünk, hogy eddig is már azért voltak látogatói szép számmal a könyvtárnak, vagy a kincstárnak, templomnak is, de hogyha meg lesz a teljes felújítás, akkor bizony a város forgalmát, bevételét erőteljesen az idegen forgalom, mert a paprika vagy a, nem tudom, a porcelán, ezek egyre jobban visszaszorulva vannak, hiszen a manufaktúrákra egyre kevesebb szükség Igen. van. Igen. Ha már itt említetted, ugye Kalocsát az emberek zöme, nem is annyira az ott lévő érseki Gyönyörű, szép dolgok, mindegy, hogy könyvtárról beszélek és kincsekről, hanem az, hogy a paprikáról. Igen, ám, de ha jól emlékszem, akkor a paprikát, múzeumot is titartjátok fönn. <laughs> Ez tartja? hogy került oda. Ez bennünk bízott meg a Mezőgazdasági Múzeum. Van másnak is, és megbízott bennünk, hogy jó kezekben van, mert van múzeumunk. De még a kalocsai népművészetnek is egykori kalocsai papok voltak a szorgalmazói. Bizonyos Kujáni kanonok volt az, aki ugyanúgy, mint a Domokos Pál Péter elkezdte a székeiknek, hogy vegyétek fel a régi öltözékeket, ő elkezdte, hogy a kalocsaiak vegyék fel, is, hát az a csicsásítás, hogy már mindenféle színeket Igen. belevittek, ez onnittől kezdődött, mert az amerikás magyarok rájöttek arra, hogy sokkal egyszerűbb, vagy könnyebb eladni a piros, zöld, mindenféle szép színű virágokkal díszített ruhát, mint hogyha egyszerű kék és fehér lenne. Igen, hát végül is. De a az ottani úgynevezett Karucsa népművész házat, azt már nem ti működik. Azt nem mi tartjuk fönn. Az egyáltalán működik még? Van, igen, van, van. És hát viszont a nagy ünnepeinkre az asszonyok, férfiak, ha kérjük őket, egy néhányan mindig beöltöznek, így mondják viseletbe öltöznek, úgyhogy az ünnepeinken meg szoktak jelenni úgy, és ezt patronáljuk és szorgalmazzuk. Úgyhogy hát, örülök neki, mert végül is, amiről beszéltünk, népművészet szerepe, hát ti egy olyan területen vagytok, vagy ott szolgálsz, aminek a gondozójaként nem is kerülheted el, Igen. hogy azt a pingálást, amit ott az asszonyok csináltak, vagy azokat a szép mintákat azért az lehetőleg eredeti legyen, és ne a kóklereknek a esetleges változatával találkozzanak az emberek úgynevezett boltokban. De természetesen Kalocsának van egy érdekessége, nem mindegyik megyének az, hogy nevezett Kalocsai iskolnőverek is vannak. Na erről azért mondjam, hiszen ez egy szerzetes rend. Igen. Ezt sem mindenki tudja, hiszen ez egy kicsit ismeret, vallás ismerettel lesz, műsor is a Igen. Tehát a szabadságharc után az akkori érsegek főként Kunsz József úgy látta, hogy az egyedüli kitörés a tanítás és a tanulás. Meg kell hagyni, hogy ő hát ilyen királypárti ember volt, de ennek ellenére vagy mellette tudta, hogy a tanítás az, ami előre viszi a várost. És miután a a harcba túl reprezentálták magukat, mondhatnánk, ma. sokan voltak ott, a, ezért őket visszaszorították abban az időben, behozta a jezsújtákat, akikből kiváló magyarok lettek ott, és behoztak valahon nét francia-német közvetítéssel az iskola nővéreket. És mindkét intézmény igen nagy nevűvé lett az idők során, hiszen a Kalocsai iskola nővéreknél oldáskortól pedagógus képzőik bezárólag, tanítók bezárólag tanultak a lányok. De nem csak ott, Kalocsán, hanem Kiskunfélegyházán, és sőt, ugye az elvet részeken a mai Szerbiában több helyen voltak Kalocsai iskola nővérek. Hát az egyház két kétharmada a Trianonnal átkerült. Hát igen. Na most a jezsújtáknak is olyan iskolája volt, hogy messze földről híres csillagvizsgálója volt, például egy Fényi Gyulára gondolok, és Ilyenek tanultak csak egyházi személyek, Prohász Kotokár, Battyánis László, Apor Vilmos. Ezek karocsán tanultak, ugyanis oda vitték általában azokat a fiatalokat, akik esetleg eredendően nem voltak magyar anyanyelvűek, de ott jól tanították a magyart. És hát meg maga a, a kisváros is, hát a magyar beszédje, által is nevelte az ifjúságot. Tehát ö, oda sokan jártak ebbe a két iskolába, és mind a kettőt a Kunst József telepítette le. Ő volt az, aki a Magyar Tudományos Akadémiára tízezer akkori forintot adott. Én egyszer számodást tettem, hogy ö, ha átszámítanák mai értékre, ez bizony 200 millió forint volna. Ez igen. Amit ő így odaadott a Tudományos Akadémiának. Egy szünetet tartunk, és folytatjuk tovább, mert ez egy izgalmas dolog. Ez azt hiszem, hogy ez történelem, amiről beszélünk, és, is. és, nagyon kevesen ismerik. Igen. Kedves nézőink és hallgatóink, folytatjuk tovább beszélgetés, Bábel Balázs, Kalocsa Kecskemét, Főegyház megye érsekével. Ö ott hagytuk abba, hogy Kalocsa iskolnővérek, még egy kérdés ehhez, amikor Rómában nem is egyszer a Kalocsa és Szent István házába is megszálltam. Ez hogy került oda? Ezt a római házat magyar papok, emigrációban élő magyar papok hozták létre, és köztük volt egy olyan monszinyúr is, aki Kalocsa egyházmegyés volt, bizonyos ilyen Jenő, aki hát pénzzel pályázattal támogatta, de többen mások is. És hát ennek a háznak a föntartását egy időben rábízták a Kalocsa iskola nővérekre. Jelen pillanatban már nem ők vannak, hiszen meg, létszámban megfogyatkoztak, és hazajöttek, de jó sokáig ők vezették ezt a házat, és ott élt az a Prokop Péter, Igen. aki a Kalocsa Egyház megyének volt a tagja, papfestő volt, a után kiment, és egészen a rendszerváltásig ott élt, és úgy gondolom, hogy aki ilyen egyház intézményekben megfordult, mindenütt látta az ő képeit. <laughs> igen, én, én magam is rengeteget, mindenhol valóban tényleg, de mondjuk a ti megyétekbe különösen. Nagyon szép, és tényleg valóban azt jelenti... Azt hiszem futószalagon csinálta őt. Én kérdeztem ezeket. őt, azt mondja, hogy, hogy volt olyan olasz festő, aki még többet festett. Mert én kérdeztem tőlem nagyon rég, hogy ez nem sok egy kicsikét, azt mondja, hát volt olasz festő, aki többet festett. Egyébként ő az olasz festő Rómába végzett, Igen. hogy ne? De annyira ilyen grand senior volt, hogy el sem a diplomái. Az iskolát elvégezte, 50 év után elküldték neki, hogy hát azért jó lenne most már elvinni. Egyébként egyszer így mondtam nekem, Péter bácsi, hogy te fiatal korodban jól tudtál festeni, mert ahogy múlt az idő, annál nonfiguratívabb és annál modernebb képeket festett. Igen, igen, igen. Azt hiszem Csepelen temették el, ha jól emlékszem. Nem, Kalocsán, Nem? Én, Kalocsán? Temettem, igen, te én temettem, igen, én temettem. Ott élt, ja, ott, élt, igen. ott, élt, ott a élt a Kalocsai iskola nővéreknél, igen, mert igen. ott is voltak, és hát én temettem el, és hát nálunk lesz egy szép kiállítása, mert vannak olyan képei, amelyeket az átlag művészet kedvelő ember is értékel. E, állandó kiállítást Volt eddig is, Igen. de most szeretnék egy nagyobb volumenőt, mert vannak ő neki sok felé, hát ő Amerikától kezdve, szerte a világon sok, sok mindennel, mozaikkal, mindennel foglalkozott. Igen, nagyon szépek a képei. De hát jöjjünk vissza Magyarországra. Azt mondta, hogy fő egyház megye. Ha jól tudom, Magyarországon öt főegyházmegye van. Ez a főegyházmegyéhez, ha valaki nem ismeri a katolikus hierarchiát, azért tartoznak egyházmegyék. Igen. A te főegyházmegyéhez mely az akit? Itt négy főegyházmegye van Magyarországon. Nem öt? Nem az Esztergomi, a, a Kalocsai, az Egri és a Veszprémi. De most bejött a görög katolikus. Hát, úgy igen, ja. igen. Úgy igen, bejött. Na most ez úgy van, hogy a katolikus egyházban alulról kezdjük, vannak plebániák, Igen. vannak esperesű kerületek, ezek olyanok, mint régen voltak a járások, Igen. vannak az egyházmegyék, amelyek például az én egyházmegyém esetében pont klappol a Bácskiskó megyével, igen. de általában nem szokott, mert vagy nagyobb, vagy beló kilóg, és két-három egyházmegye alkot egy érseki tartományt. Na ez, a... a metropólia. De nagyon sokáig, 800 éven keresztül csak Esztergomban, utána Kalocsán volt érsekség, 1800-tól lett Egerbe, és most a Egyházmegyék Veszprém. átrendezésekor, egy ilyen 25 évvel Igen. ezelőtt, akkor, vagy még annyi se, akkor lett a Veszprémi főegyházmegye. Én hozzám jelen pillanatban a Pécsi és a egy egyház megye. Tartozik. Tartozik, de valamikor a középkori legnagyobb kiterjedés idején a teljes Horvátország, ugye a Nagy-Magyarország déli része, teljes Erdély és Parcium. És amikor én találkozom horvát püspökökkel, akkor még most is mondják, hogy 900 évig vagy 800 évig tartoz. Nem tagadják le. Nem, nem, most nagyon büszkék már. Ugye Szent László hozta Igen. a Igen. Uh, Horvátországot be a Magyar Királyságba, és onnétől kezdve a horvátországi püspökségek a Kalocsi érsekséghez tartoztak. Igen, ha már egy közigazgatás megyét, ugye Báskisú megye az a Tied, idézőjelben itt a Kalocsi <coughs> Egyházi, a kalocs, egyházi de, de közben Baranya meg tolna a Pécsi püspökség, igen. Ugye? és itt pedig a Szeged, Csanád, tehát -Csanád illetve, bocsánat, Csongrád megye, hát ott és Békés megye. több, több polgári megyébe egy... belekapcsolódnak. Talán még egy picit szólnak felé is húzódnak, ugye? Igen, igen, igen. Ha igen. jól emlékszem, igen. most legalábbis az akkori új, úgynevezett elosztásra, amikor ezt második János Pálpápa... Ö, időszakában alakult ki az hogy végül is a jelenlegi magyar határokon belül hogy néznek ki az egész. Ha már itt vagyunk ebbe a régióba a te régiódba rendszerváltás óta ugye itt egyet ahol te jártál iskolába az a 40 év alatt azon alkó alkalmából a pionisták az, az meg azért volt. megmaradtak de azóta azért gondolom hogy ebbe a a saját egyházmegyében, a többében is azért jelentős lett az egyházaknak oktatásból a szerepük. Ez, ez körülbelül mit jelent? Ez mondjuk a te egyházmegyédben. Az én egyházmegyémben két féle van. Egyházmegyei és szerzetes iskola. Az egyházmegyei iskolák, már nehéz megjegyeznem, mert például van egy kecel, hozzátartozik Imrehegy, mellett ilyen kis odacsatolt iskolák. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentősebb városainkban, településeinként, vagy egy megyé vagy szerzetesi iskola van. Uh -huh. Ez jelent körülbelül 8 ezer gyereket a kettőt összevonva, és ezekhez oda tartozó pedagógust. És akkor Szeged Csanádiba a szem sokkal több volt. van, sokkal több van, illetve hát a Szeged Csanádiba egészen piszinkek és falvak is benne vannak, és a Szeged Csanádi püspök, még az én egyház megyém területén is vett át iskolát, ami hozzá közelesik. De ez természetesen ez a te hozzájárulásod persze, kellett. Persze. Igen, hát sőt, ugye, de az én, ott az, az én, ő határánál van. Ha már ott vagyunk most Szeged Csanádi püspökségen, ugye a Gál Ferenc Főiskola vezetői és hallgatói is eljöttek erre a táborfalvi konferenciára, hiszen a leendő pedagógusok, hiszen ez a főiskola, ez már nem csak hittudomány főiskola, hanem rövidesen egyetemi rangvá igen, lőheti igen. ki magát, hiszen annyi lábon áll már. És annyi minden van benne. És, és még ahogy tud, úgy tudom, hogy még talán Békés Csaba is, igen. de Szarvas, Békés Csaba, Mezőtúr és hát természetesen Igen, Szegedő. Hát ő merész ember, a kis Püspök úr, hogy sokféle intézményt felszippant, még foci iskolája is van. Igen, az, az van. a Gyulát láttam, az, az, is egy. De ez azért érdekes, mert azért a Pázmány Péter Egyetem mellett ez egy akkora lesz, hogy ebből is nyugodtan egyetemi rangot lehet csinálni. Tehát akkor mondhatnád, hogy a te tartományodban hát ami lesz a egyetem. A papnövendékeknál a miénk közül valaki ott tanul Szegeden. Uh -huh. És hát vannak, akik ott Tanulnak pszichológia, pedagógus, ilyen-olyan szakom. Hát igen, mert a Pécsi Egyházmegyében van a panun, de hát az, a, igen, az végül az is az, az Janusz Panónusz Egyetem, tehát az nem az egyházi, az, az állami. állami. De említetted itt a jezsuitákat. Ugye a jezsuitáknak Kalocsán valóban egy jelentős nagy intézményük volt. Ők nem is akartak újra nem ott Nem volt iskolán? emberük. Nem voltam. Én hívtam őket oda, tengertúról Miklós Házi Attilát. Igen. Hívtam adom, tőlünk származik talán Sortvatkerti születésű, és mondtam, hogy gyere haza, ha más nem angol taníthatsz, hiszen kint élt 50 évet, de püspök is, de nem jött haza. Kevés emberük volt, ennél fogva nem tudták betölteni az iskolákat, nem tudták átvenni. Hát őket nagyon megviselte az elmúlt időszak, itt nem volt utánpótlásuk, akik kimentek, megöregedtek, akik jelentkeztek, nem mind maradtak meg, szóval ez egy nagy érvágás volt, illetve a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy maga a szerzetesség, mint olyan, nyugaton sincs nagy virágzó állapotban. Érdekes módon, hogy egy Afrikában, egy dél koreába egy Dél-Amerikában többen vannak, vagy egy a szigetvilágban. Hát vannak Igen. itt olyan verbiták, akik onnét jöttek ide, volt egy verbita pap, Kalocsai származású, bizonyos Mészáros, ő nem István volt, hanem tehát a családi neve Mészáros volt, és ott a Flores szigeteken volt missionárius, és hatan jöttek onnét ide Magyarországra, akiket ő ott keresztelt, meg ottan megismerkedett velük gyerekkorukban. Én sajnálom, mert ugye nem Pécsinek vallom magamban nem ott születtem, hiszen a gyerekkorunk Ungvárról van a menekülés után már vissza nem mehetünk, és, és a család ott telepedett le. De hát a, a tanárképző főiskola épülete is a jezsuitáké volt. A Pius. A Pius, és hát, a piusz. A piusz, és hát e, ott is próbálgattam én, hogy hátha ha esetleg ott újra élesztenék, de ott is eszem hiszem hogy ugyanez lehetett, hogy, emberük nem, volt hogy emberük, nem volt emberük. Igen. A pénzbeli kártalanítást kaphattak, mert ugye a tulajdon rendezés során azért ezek... Valamennyit mert... nem kaptunk mi sok mindent vissza, hát az apácák is kaptak sok mindent vissza, tehát ott van az a irdatlan nagy épület, az most gyakorlatilag hát alig van kihasznál, vagy kalocsán, és ők támogatásból és saját pénzükből, amit közben külföldön gyűjtögettek, abból egy egész modern épületet építettek. Igen. Ugye az a, a kötött megállapodás, amit a, a, Magyar Állam 97. június 20-án kötött, és utána ennek törvényerőre erőre emelkedett, ennek a kettes szám mellékletében 1200 ingatlan volt ebbe, jelentős szerzetes ingatlan is igen. volt. Hogy végül is lehet, hogy ide kerültek bele azok az ingatlanok, amik a igény szerint jogosak voltak, csak nem tudtak hát funkciót vállalni, és akkor ennek az örökös járadék igen. formája Volt, lett. amit visszakaptunk, egy az egyben, volt, amiből járadék lett. Volt, amit pedig megváltottak, és pénzt kaptunk érte. Igen, igen, igen. Hát ez a három variáció. Ez a három variáció, viszont nem kaptuk meg azokat a természeti eszközöket, amelyek segíthették volna. Hát az egész Gemenci erdő, az a kalacsérsegségé volt. A szívemből beszélsz, de már nem merem említeni, mert már több éve feszegetem ezt a kérdést. Kértem én is, de mondták, hogy... Hogy nincs remény, nem mondom azt az urat, akinek a birtokában van most javarészt az az erdő. De az az igazság, hogy én azt írtam le, és eljutattam, ha már ezt szóba hoztad ezt a kérdést, hogy az volt a címe az én 2013-ban ért kis tanulmányomnak, amit eljutattam végül is elég sok helyre, azt hiszem neked is elküldtem, hogy miért aktuális az egyházak újra gondolása? Ha már egyszer az vatikán -a való szerződés újragondolását akarják, akkor új alapokra lehetne Igen. tenni, és az új alapok azt jelenteni, hogy a volt katolikus ingatlanok, mint tőkét. Igen. És nem a visszakérést, hanem annak a tőkét. Tehát az örökség összegét megismerhetné mondjuk a katolikus egyház. Én akkor kiszámítottam, hogy hol voltak és mennyi volt szerzetesendeknek, és így tovább. És és tulajdonképpen ez a tőke, ez az örökös járadék jelenlegi formájához hozzá lehetett volna tenni. Igen. És azt mondom, hogy ennek az x százalékából el tudnám látni mindazokat, feladatokat, amire nekem ne kell a mindenkori kormányhoz fordulni. Igen. És akkor lemondok erről az 5000 alatti települések Igen. mit tudom én. Jár... Na, de azt mindenki kapja. Azért mondom, azt a az izraeli hitközség is kapja. Ez és annak a világos ok az, hogy gyakorlatilag vannak olyan kistelepülések, hogy nincs már értelmiség, mindenki elment. Hát legyen már valaki, aki ott összefogja, tehát itt erről is szó van, mert nagyon fokhíjasak már ezek a kistelepülések mindenütt, egész Magyarországon, és ameddig van pap, van egyházközség, addig azért valami összetartozás van. De jó, amit mondasz, tűnik, ez is egy régi paripán. Egy elég sokat jártam én az úgynevezett kis településes megyékbe is, és az ember fájó szívvel megy egy, hogy tulajdonképpen a parókján kívül a más szellemiség már igazán nincs. Én azt javasoltam egy tanulmányomban valamikor, hogy a falu gazdász témájára azt lehetne mondani, hogy a falu kultúrmenedzserét ugyanúgy lehetne. Kijelölni és természetes állapnak. Ez mindegy, hogy ez egy lelkipásztor, vagy egy ott letelepedett pedagógus, vagy olyan, aki azt mondja, hogy igen, számomra ennek a falunak a megmaradása, a hagyománynak, újraélesztése, vagy legalábbis valamilyen koordinációban részt vegyen itt a parókiának jelentős szerepe kell, hogy legyen hiszen. Csak egy példa, és nem a te megyéd, mondjuk egy Zala megyében, a lenti járásban már csak két iskola van, már pedig Igen. ott a göcsei, meg a hetés, meg, meg ennek azért a, a szellemisége és, és hát színvilága. Igen. Ez. Mi azokat a plébániákat is igyekszünk jókarban tartani, ahol épp most nincs pap, bár még az én egyházmegyém a szerencsésebbek közül való, hogy viszonylag kevés települése van egy papnak. Tehát olyan, mint másút, hogy több tíz is, ilyen, nálam ilyen nincs, hála Istennek. Van még olyan hely, hogy egy pap, egy falu, minden városban van káplán, és minden ilyen nagyobb településnek van önálló papja, legfeljebb hozzá van csatolva vagy másik. És nem rossz az átlag életkor, 53 egész mondjuk. Az kéne. jó. Nagyon, hát a körzeti orvosok magasabb felé. Igen. Hát mert korábban ez 60 év, sőt, 60 év fölött volt. Igen, de úgy, hát most úgy tűnik én magam hogy... is valami, most pontosan nem tudom, mert szerzetes papokat is szenteltem, de valami 50 valamennyi papot szenteltem az idők során. Hát mondjuk ez azt hiszem, hogy nem minden egyház megyére elő. Ez azért sokat jelent. Mondom, a, a főpásztornak a személyisége is vonzhatja azért, hát, nem, ég, meg a kapcsolat, hát, meg a Isten segítség. Igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen szempontból én hálát adok az Istennek, és örülök neki. Itt ]nek már ég. csak arról van szó, hogy akik vannak, azok jók legyenek, mert nem a mennyiség nem a sokaság. Visszatérve egy picit erre, amit mondasz, hogy én szerintem előbb vagy utóbb ennek az országnak is érdemes lenne a mindenkori vezetőinek abban gondolkodni, hogy egyházak ne legyenek kiszolgáltatva a mindenkori hatalomnak. Ezt a ma már 70 évvel ezelőtt elkobzott vagyonnak a jogi rendezését napirendre kellene. Igen, azt hiszem, többen úgy próbálgatják, meg akarták is, és kaptunk is vissza valami járulékot. Mert érdekes módon, hogy a protestáns egyházak korábban már kaptak, amit aztán a Semény Zsolték elértek, hogy mi is kapjuk meg, mert ott úgy volt, hogy ott az egyház községeknek volt vagyona, itt meg az egyház megyéknek. És az egyház községek megkapták a protestáns egyházaknál, és olyan címén, hogy kulturális tevékenységet látnak kell, még kaptak bizonyos összeget. Ez. És mi azt nem kaptuk meg, és azt hiszem a második kormány, kormány alatt sikerült elérni azt, hogy mi is ugyanazt megkapjuk, amit a protestáns egyházak. Ez házad. egy nagyon érdekes, amit mondasz ennek a történetiségét, sajnos ismerem én is. Ugye hát még az én időszakomban született ez a 97-es megállapodás, és önképpen annak az volt, hogy minden egyházra érvényes lehetne tenni, élhet ugyanazokkal lehetőségekkel, mint egy nemzetközi jogalanyként kötött megállapodással. Ez volt a véd védernyő, és ezért alatta hat törvényt hoztunk, ez 87. december másodikán, az, hogy bárki bármikor élhet, mondjuk ezzel a járadékkal Igen. is. És akkor a <coughs> De 180 napot kaptak, a többiek, hogy addig gondolkodjanak, és csinálják meg ezt a három listát benne, mi az, ami a járadék, mi az, amit kérnek, és tehát egy végső listát. Igen, de amikor meg közben jött egy az Orbán kor, első Orbán kormány időszaka, és a megállapodásba beiktattak egy olyan, hogy kiegészítő járadék fogalmát. És ez a kiegészítő járadék fogalma, ez milliárdokat jelentett a többieknek. Ezt át kellett volna tenni a szentszéki megállapodásban ezt a fogalmat automatikusan tudni, az egyenli elbírálás elvéből Igen. ez kimaradt. És utána indult be, még emlékszem, Gyulai Püspök úrnak mondogattam, hogy érdemes lenne ezt a kérdést felvetni, akkor, amikor arról volt szó, hogy hát újra az egész szentszéki megállapodást ezt be kell venni, és ezt ki lehet számítani, ez több milliárd forint plusz, ha ugyanazt, Mondom, itt, itt adok, itt nem adok, hát, akkor ez azt jelenti, hogy pozitív vagy negatív? Mi voltunk, is... hogy így mondjam, az úttörők, és a tárgyalásokat, hogy így mondjam, mi jártuk ki katolikusok. Igen. És mindig az van, van jobb helyzetbe, aki már az előzőnek a ö, dolgaiból tanul. Tehát ilyen szempontból a protestánsok látták azt, hogy mi volt a szentszéki megállapodásban jó, mi volt a rossz. És ők már, hogy így mondjam, kedvezőbb feltételekkel tudtak indulni. Hát ezzel, hogy ugye ők az arra hivatkoztak, hogy jó a katolikus egyháznak, könnyen tud lemondani akár 1000 vagy 1200, de mivel egy alulról építkező protestáns egyháznál az egyház köségeknek kell lemondani az igényről, és abból lehet összehozni egy áradék alapot, de nem tudnak annyit összehozni. Ez a... És akkor jött be lehet, hogy hát... hát akkor kapjanak kiegészítést. Igen, de én föntről nem tudok minden templomot restauráltatni. Tehát erről van szó. Vagy iskolát fenntartani. Igen, hát az az igazság, hogy én azt mondom, hogy én ezt többször felvetettem televízióba is, és még a, az úgynevezett országgyűlési képviselőknek is. És mindig azt mondogatták, hogy az egyházak miért nem kezdeményezik. És én azt mondtam, hogy nem az egyházaknak kell ezt kezdeményezni. Mert de az volt egyházak ezt... de, de ugye itt nem az egyházaknak kell ezt, mert nem az egyházak ajánlották föl 70 évvel ezelőtt, hogy vegyétek el a vagyonunkat. Igen. A politikának kell ezt. Igen, hát éppen. Ennek már én is tanulja voltam, hogy ezt mi is kezdeményeztük. Szóval nem akarunk mi kiváltságos helyzetet, csak azt, hogy a létfeltételeink biztosítottak Igen, tenyenek. és ne kell mindig az, hogy... Így én... van, ne kelljen kéregetni örökké, hogy ami egyébként is jár. Egyébként mostanság jöttem rá, hogy hála Istennek kaptunk egy nagy kormány támogatást ott a belső dolgokra, hát volt, ahol sokkal többet kaptunk, egy milliárdot de az az egymilliárd CPTC kalocsát, kb. 200 ember fordult meg ott, azok munkát kaptak, azok visszafizettek adóba, tehát gyakorlatilag én fölvállaltam egy olyan feladatot, avval egy-két emberemmel, amit esetleg az államnak kellett volna csinálni, hogy rendbe tegyen valamit, és becsületesen, mert én egy forinta többet nem kapok azáltal, hogy ezt intézem. És hát ezzel munkát biztosítottunk, és egy települést megfelemelünk. Nagyon szívemből beszélsz, tudnék, én megnéztem a CSEH 2012-es CSEH modellt, ott végülisük rendeztek mindent, Igen. vagy pénzzel, vagy természetbe, de a természetbe visszakérés, nem a visszakérés állami vagyomból olyan, feltétel kapnak, hogyha ők munkát teremtenek. Igen. Tehát gyakorlatilag inspirálhatná az állam, ha kis településeknél lévő munkai teremtésben Mi Nagyon az sok embernek adtunk munkát. Hát erről van szó. Mi ott csak ezen az építkezésen kb. 200, 000 ember, 200 Mi? embert mozgattunk, hát váltva, de 200 ember kapott fizetést. Úgyhogy hát én abban reménykedem, én optimista vagyok, hogy azért ez még megérhetjük, hogy ez a kérdés napirendre kerüljön. Én az egyik országgyűlési képviselőnek azt mondtam, hogy egy országgyűlési határozat mondatot kellene bevinned, mindenki el fogadná fogadni azt, hogy tűzze napirendre az országgyűlés az egyházaktól elkobzott vagyon, jogi rendezését felelős XY, és az érintett egyházakkal hozzanak ide egy év múlva egy megoldást. Igen. Ez volna az egész, és nem Igen. arról van szó, hogy vissza, hanem egy rendezve legyen. Hanem tudjad az, hogy mennyi igen. az örökséget. Én ki tudtam számolni, igen. Ez, milliárd, ez ezer milliárdos összeg, több mint 1 millió hektár földről van szó. Hát a, a trianoni Magyarországon 60 ezer hord földje volt igen. a kalocsi érseknek. Valaki mondhatná, de jó ért. Iskolákat tartott fenn? Hát persze. Hát volt, mikor azt. kórházat tartott fenn. Na hát minden esetre örülök azért, hogy ez is szóba került. Nem terveztem, de mivel említetted azt hiszem, hogy az ember nem tud kibújni a, mindennapi gondolatai között erre kérdése is. Említettem az, hogy irgalmasság éve, Szent Atya ezt az évet erre szánta. Gondolom előbb-utóbb minden püspökség, érsekség azért összegzi, hogy mi is. És valami üzenetet ad a következő évre is, aminek nem az irgalmasság, de ennek jegyében kellene, hogy a következő év is. Milyen üzeneted volna ezzel kapcsolatosan a, valóban ahogy említetted, ahhoz hinni is kell, Igen, embereknek. Hát a, az irgalmasság az nem kötődik évhez. Az Így csak van. egy felhívás. Így van. Tehát a jót tenni kell továbbra is. És hát mi erőteljesen a szociális munkára szűkítettük le, de volna más is. Van börtönpasztoráció, sok minden van. Karitász dolgozik, hát épp a múlt vasárnap voltak ott a templomunkban, szegény elhagyatott embereket keresnek meg a érsekségünk is támogat egy bizonyos Vojtilla központot, ahol minimum száz ember tetetnek naponta, ha nem 150-et ingyen. Ugye azt is én is jelentős módon szoktam támogatni, tehát sok felé, vagy így a falvakba is. Tehát az irgalmasság éve az egy fölhívó jel volt, de azt tenni kell továbbra is. És hát inkább ez egy magatartás formát kíván meg, hogy az ember legyen szociális érzékű, szolidáris embertársaival, és én nekem az a véleményem, hogy nem a távoli embert kell először szeretni, aki nincs itt, hanem aki itt van mellettünk. Nagyon jó. Tulajdonképpen végső szónak is lehetne, de említetted Karol Vojtilát, akivel én magam is többször találkoztam, és én azt lehet mondanom, hogy lelki atyámnak is igen. elfogadtam. Én azt próbálom elérni azt, hogy a 91-es és 96-os magyarországi látogatásainak helyszínei most, hogy szent javatták, ezek zarándok helyek legyenek. Még ez nem jutott el odáig, hogy ez a gondolat eljusson minden egyház megyében, ahol megjelenne az ő személyiségének szeretete, és, és hát azt hiszem, hogy hát ebbe... ápolják azért az emlékét, szombathelyén voltam, ott is mindennel hát igen. É, ápolják az emlékét, illetve aki találkozott vele. Tehát, aki ott volt a hősök terén, igen. vagy bárhol. Csak én arra gondoltam, hogy Pécs, Győrben már van, igen. Pécset, Szombathelyen, Budapesten, pláne a Népstadion újra építik oda, feltétlenül szükséges volna. Hát nekünk formán. van második János Pál iskolánk. Nektek van második. Úgyhogy hát é, ebbe az emlékét, igen. A, ennek a szentembernek a gondolati egyében nagyon szépen köszönöm a találkozást, és hát remélem, hogy, hogy a következő évben is összefutunk és beszélgettünk sok olyan dologról amiről most csak érintőleget sem Igen, Tehát, köszönöm, köszönöm, köszönöm.